Nemrégiben klubunk egy nagyon érdekes levelet kapott egy szurkolónktól, aki már több tíz éve szorít csapatunknak. Szepesi Attila 1963-ban ott volt a Népstadionban, amikor a Ferencváros 3-1-re megverte a Seacot és ezzel bajnok lett. A szurkoló a mérkőzés után Rákosi Gyulától egy virágot kapott, és ezt a virágot azóta megőrizte. Felkeltette az érdeklődésünket, hogy milyen állapotban lehet egy közel 60 éves virág, és eljöttünk megnézni ezt az ajándékot, amelyet most Szepesi Attila szeretne visszaadni egykori kedvencének, Rákosi Gyulának. Úgyhogy most itt vagyunk Szepesi Attila házánál, és aztán hamarosan meglátogatjuk Rákosi Gyulát, és összejön majd ez a nagy találkozás is. Bent a garázsban egy FTC rendszámos autó parkol, ez sem véletlen. Szabó Dávid, üdvözlöm. Szepesi Attila. Nem lánykérőben jöttünk, de itthon van-e a virágszál? Igen, szeretettel várja önöket. Akkor azt most gyorsan megnézzük. Szepesi Attila kiskora óta a Ferencvárosnak szurkol. A házba toppanva büszkén mutatta nekünk az előkészített ajándékot, amely lányának kezemunkája. Ő hímezte ugyanis a feliratot a címerre, amelyre az 59 éves virágot helyezték. A 1963-as bajnokavatás az azért is egy különleges volt, mert 1948 után, mikor a Fradit teljesen szétszették, egy-két játékos kivételével, az első magyar bajnokság a 1963-as bajnokság volt, és még úgy magamban el is voltam keseredve, hogy hát micsoda dolog az, hogy csak 50 ezer néző van a Népstadionban egy ilyen alkalomból. És a mérkőzés után, amit nagyon simán nyert a Fradi 3-1-re, többek között Rákosi Gyula is volt az egyik gólszerzője, a főépület előtt vártuk őket, és akkor kijöve a játékosok, hát ott nagy örömújongás volt, meg ünneplés, és a játékosoknál voltak virágcsokrok, és a szurkolóknak adogattak mindenki. És hát én a Rákosi Gyulától kaptam ezt a kardvirágot, amit eltettem, és hazahoztam, és megőriztem. Három évenként egyszer a kezembe került, mert egy bélyegalbumban volt lepréselve, és akkor mindig eltettem, de most, hogy elértem a 80 évet, és hát sajnos a akkori bajnokcsapatnak is a 90%-a már nincsen, eszembe jutott, hogy hát ebben tudnék a Rákosi Gyulának egy kis örömet szerezni, hogy emlékezek a mai napig arra a napra, és neki kedveskedek ebben. A nem csak a foci, de hoki meccsekre is szívesen járó Szepesi Attilának rengeteg relikviája van, amelyek sok szép és keserű emléket idéznek fel benne. Több évtizede gyűjti a népsportokat és a nemzeti sportokat, amelyek bőrkötésben tornyosulnak a könyvespolcain. Zöld színt azok az évek kaptak, amikor bajnok lett a Fradi, akadt belőlük bőven. De most elsősorban annak körül, hogy létrejöhet a nagy terve. Nagyon nagy meglepetés, meg megtiszteltetés a számomra, mert azért ezt nem gondoltam. A következő másodpercekben kicsit felidézzük, milyen is volt a hangulat az 1963-as FTC Seac mérkőzésen, s láthatjuk a kardvirág csokrokat is, amelyekből az egyik szál végül műsorunk főszereplője lett. Most pedig irány a Népligeti Sportközpont, ahol már is Rákosi Gyula irodájának ajtaján kopogtat Szepesi Attila. Igen, tessék. Rákosi urat keresem. Én lennék a személyesen. Szepesi Attila vagyok. Rákosi Gyula. Régi fradista. Én még régi. 1963. júniusában a Népstadionban kaptam tőled egy kardvirágot. Igen? Igen. Pedig amikor a főépületből jöttetek ki, igen, és jött az egész csapat, és nekem az a szerencse adódott, hogy pont te nyomtál a kezembe egy kardvirágot. Én köszönöm. Ezt nagyon sokáig őriztem, néha eszembe is jutott. Aztán most, hogy így megöregettem én is, te meg még szerencsére ilyen jó erőben vagy, úgy gondoltam, hogy megajándékozlak vele. Tehát ez az a kis kardvirág, ami azért fogyott évről évre, és emlékül a részedre ezt a kis zászlóval köszönöm együtt. Köszönöm szépen, megható dolog az és ennyi le lehet támasztani, igen, és itt van a csapatnak az akkori összeállítása.
meg a góllövők, a köztete is. Hát néha én is szoktam gólt. Hát nem sérül, persze, de... nem keveset, mert kiszolgáltad a többit azért. Ez egy jó csapatom. És megható, mert azért ennyi évtizedet után az ember sok mindenre gondol, de ilyenre azért nem. Hát az igazi fradisták voltak, vannak és remélem lesznek is. Ti körbe mentetek az egész stadionba, és akkor megköszöntöttek a nézőknek a ünneplést, meg minden. Ugye az is egy jó pár percet igénybe vett, és akkor utána zuhanyozni, felöltözni, kijönni. Tehát mi megvártunk még ott legalább egy órát, amire kijöttek a főépületből, tehát nem ment senki, azt mondom, most megyünk haza, mert vége van, és akkor volt a virágosztás. A főbejárattól, ahogy lejönnek, mert ott volt a olimpiai öt karika a főbejárat fölött, igen, ugye, mert 60-ban olimpiát akart Magyarország rendezni, és akkor volt a virágosztás, és akkor ott kaptuk a kezünkbe a kardvirágot, ami eléggé összement azóta. Az nem baj, hogy virág össze, még nem menjünk nagyon össze. Álmomban se gondoltam volna, hogy ilyen előfordul még az életemben. Ezért sok-sok évtizeden keresztül élni, hogy jönnek ilyen kellemes meglepetések. Tulajdonképpen abból a csapatból ketten vagytok még a Fenyővel, igen, de hát a virág az tőled jött. Hogy emlékszik arra a találkozóra? Ez a, ugye 63 szezonzáró mérkőzés Szeac ellen Népstadionban 3-1 egyetek. Gólt is ugott. Mennyire van meg élénken az ön emlékezetében a találkozó? Hát főleg az, amikor a salakpályán retortlán volt, igaz, nem salak. Körbe mentünk, virágokkal üdvözöltük a közönséget, mindenki felállva ünnepeltek bennünket. Fantasztikus. És később is éreztük, az egész ország ünnepelt, mert akkor még nagyon nagy dolog volt egy bajnokság. Már csak a szépre emlékeznek, az az igazság, azért mi is játszottunk gyengében rosszul, sőt, még bajnokságot is elvesztettünk, de a szurkol ilyen, ha jön a jó eredmény, akkor rögtön megbocsát, és ez olyan dolog, hogy szóval ilyet, hogy virágot ilyen szépen becsomagolni, hát ez fantasztikus, na hát ez. Az a viszem olyan szép és olyan megható, hogy ezt mindig szeretném látni a lakásban. Klubunk legendája és szurkolója is egyetértésben vált el, miszerint a szezon végén 33. alkalommal is bajnok lesz a Fradi. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Hajrá Fradi, és további jó egészséget kívánok! Hajrá Fradi! Nem ígérek most már virágot!